Szia! Szabi vagyok. Majd kis mozgással kezdünk. Állj fel! Először csinálj úgy, mintha megmosnád az arcodat. Lassan masszírozd át az arcod az állattól a homlokodig. Aztán a hajas fejbőrt masszírozd át. A mutatóujjad és a középső ujjad közével masszírozd át a füledet. Kicsit meg is húzogathatod. Tedd össze a tenyeredet magad előtt, majd indítsd el az egyik tenyered a másik kezed belső felén, és a válladat megkerülve vissza a kezed külső felén, és ahogy visszaért a kezed, csináld meg a másik oldalra is. És megint az egyik. És megint a másik. Most pedig finoman ütögesd végig a felső testedet, fentről lefelé. Csináld utánam ezeket a ritmusos tapsolásokat, én tapsolok először, és amikor rád mutatok, ugyanazt tapsold vissza. Értetted? Kezdjük! És most láb és taps együtt. Láb, láb, taps. Láb, láb, taps. Láb, láb, taps, taps. Láb, láb, taps. Láb, láb, taps. Láb, láb, taps. Láb, láb, taps, taps. Láb, láb, taps. Nézzük akkor ezt zenével. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kezdjük. Láb, láb, taps. Láb, láb, taps. Láb, láb, taps, taps. Láb, láb, taps. Láb, taps, láb, láb, taps, láb, láb, taps, taps, láb, láb, taps, láb, láb, taps, láb, láb, taps, láb, láb, taps, taps, láb, láb, taps, láb, láb, taps, láb, láb, taps, láb, láb, taps, taps, láb, láb, taps. Nagyon ügyes voltál. Nézzünk egy új ritmust. Láb, mell, taps, taps, láb, mell, taps. 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 Nézzük ezt zenére. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kezdjük. Láb, mell, taps, taps, láb, mell, taps. Láb, mell, taps, taps, láb, mell, taps. Láb, mell, taps, taps, láb, mell, taps. Láb, mell, taps, taps, láb. Nagyon jó! És akkor most jön a kettő kombinációja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, kezdjük a lábbal. Újra a láb. Újra a láb. Vagy. Most gyere velem! Maradhatsz az előbbi tapsolásnál, vagy csinálhatsz bármi mást, csak maradj ritmusban. És ezt most engedd el. Engedd el, hullámozzon messzire. Most csináljuk ennek az ellentétét.
Találj egy mozdulatlan helyzetet. Gyere, váljunk szobrokká. Talán belül még mozogsz tovább, de kívül találj egy mozdulatlanságot. Kipróbálhatsz néhány formát. Találd meg a saját szobrodat. Megvan? Akkor most képzeld el, hogy homokból vagy. Egy nagy kéz megformázott téged, pont ilyenre, pont ekkorára, és most csak így vagy. Képzeld el, hogy minden porcikád homok szemcséből van. Ha jól esik, be is csukhatod a szemed, elég, ha a hangom hallod. És képzeld el, ahogy fúj a szél. Körül simogat. És ezek a homok szemcsék elkezdenek peregni lefelé. Ez a homokszobor, aki vagy, kezdi elveszíteni a formáját. És elkezdünk belesüllyedni a földbe. Szépen, lassan. Homokszemcséről homokszemcsére egyre közelítünk a földhöz. Nagyon lassan, még mindig csak közelítünk, olvadunk. Peregnek le a homokszemek. Már egyre több részünk van a talajon. És szép lassan az összes homokszemcse egy kis kupacként megérkezik a padlóra, a talajra, a földre, a szőnyegre. Odaadhatod az összes súlyodat a földnek. Megtart, elbír, és meg tudsz pihenni. És ebben a pihenésben képzeld el, hogy mag vagy a föld alatt. És ez a magocska, hogy táplálja őt a föld, egyszer csak megmoccan. Aprót, piciket mocorogva elkezd gyökeret növeszteni. Aztán szárat, és folyamatosan, lassan növekszik. Törekszik fel a föld felszínére. Adj neki időt. És csak növekszik, növekszik. És egy gyönyörű szép virág lesz belőle. És ez a virág, ez kibontja szirmait. Széttárja a leveleit. Képzeld el, hogy milyen virág vagy. Milyen a színed, milyen a szirmód. Mekkora vagy, és megint fúj a szél, süt a nap, és ez a virág, ez táncol a szélben. Járd el a saját virágodnak a táncát. A lábaid egy helyben maradnak, mintha a gyökereiddel a földben kapaszkodnál, és a leveleiddel, a száraddal, a szirmaiddal beletekeredsz, belerebbensz, ringatózol ebbe a táncba. Pompázunk, ragyogunk, rámosolygunk a világra. És ha megnövekedtél maximális, legnagyobb méretűre, akkor szépen lassan hervadni kezdünk. Visszaadjuk magunkat a földnek. Először a legtávolabbi pontjaink, a szirmaink, leveleink, aztán a szárunk. Lassan-lassan közeledünk a földhöz. Porcikáról porcikára, a leveleink legvégétől a szárunk legaljáig haladva, és az egész súlyunk lassan visszakerül a földre, a földbe. Megint megérkezünk, megpihenünk. Találj egy igazán kényelmes testhelyzetet. Fekedsz az oldaladon, fekedsz a hátadon, ahogy most jól esik. Az összes súlyodat oda tudod adni a földnek. Elbír. És ahogy ki és belélegzel, a föld táplál, védelmez, pihentet. Ha jól esik, maradj nyugodtan fekve. Pihenj. Én közben elköszönök tőletek. Sziasztok! Ha van kedved, rajzold le azt a virágot, amit az előbb eltáncoltál, és küldd el nekünk e-mailben. Nagyon kíváncsi vagyok. Legyen szép napod!